Nagyon fontos, amit a tudomány szintén nem vesz figyelembe, hogy a bizonyíték úgy bizonyít vagy cáfol valamit, ha minden más lehetőséget kizár. Itt igazából ez a legfontosabb része, hogy a többi lehetőséget ki kell zárni ahhoz, hogy valamire konkrétan azt mondhassuk, hogy ez bizonyítva van. A mi lézeres mérésünk esetében minden egyéb lehetőséget kizártunk. Tehát ha benézek egy gömb föld mögé, anélkül, hogy át tudnék nézni a vízfelszínen, ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy nem gömbölyű a föld, tehát víz, a víz az vízszinten sík egyenes. Ugye van itt ez a fényelhajlás, fénytöréses argumentum, ami lehet mérni, és természetesen mi olyan időpontokat választottunk ezeknek a fényképeknek az elkészítéséhez, amikor fölfele irányuló, tehát a hajnali időszakban, amikor mondjuk a víz melegebb, mint a külső hőmérséklet, akkor még a fényelhajlás is ellene dolgozik a gömbföld mérési eredményeinek. Akkor végül is hogy néz ki szerintetek a Föld? Tehát, hogy mihez hasonlítható, hol helyezkednek el a sarkok, hogy néz ez ki, ha nem olyan, mint ahogy mi tudjuk? Igen, a lapos Föld elméletben egy kör alakú maga a Föld életöblünk, aminek a közepén van az északi sark, és déli sark nem létezik, az gyakorlatilag az Antarktika, az egy körülölelő, körülbelül 100 méter magas jégfal, ami helyén tartja az óceánokat, tehát senkinek nem kell megijedni, nincsen széle is, nem fogunk leesni. Ez a jégfal, ez pedig egy végtelen sík jégmezőnek az egyik életöble. Nem lehet kizárni azt, hogy több ilyen életöbből is van, tehát azok az idegen civilizációk, amikről esetleg szó van, azok más-más ilyen életöblökben lehetnek a környékünkön. És a nap meg a csillagok, bolygók? A nap és a hold is fölöttünk kering a lapos mozdulaton álló föld fölött. A bolygók nem léteznek, sem csillagok, amit megint csak objektíve bizonyítani tudunk, az, hogy fény érkezik egy ilyen csillagról, vagy egy bolygóról. Ezt a fényt, ezt már csak mi fordítjuk le úgy, hogy ez egy bolygó. Igazából, amit objektíve definiálni tudunk, hogy eznek van egy bizonyos színspektruma, és a lapos földteóriában van egy gömb burkolat a föld fölött, és mi szerintünk, a mi véleményünk szerint ezeken áthatuló sugarakról van szó. Az is nagyon érdekes, hogy a hold is maga egy fényforrás. Amíg a főáramú tudomány azt mondja, hogy a hold az a napnak a reflexiójából világít, ezt nagyon egyszerűen kizárhatjuk. Ha egy gömb diszkó tükröt elképzelünk, akkor a gömb tükörnek a közepe az pontosan a szemünk irányába veri vissza a fényt, tehát elvileg sokkal nagyobb intenzitásúnak kellene lennie, mint a gömb szélein visszavert fénynek, pedig hogyha megnézzük a teli holdat, akkor azt látjuk, hogy a szélein pontosan olyan a fény intenzitása, mint a közepén. Ergo, így ki lehet zárni, hogy ez egy gömbölyű felületről való visszaszúrodás jelentene. És mit szóltak azokhoz, hogy nyilván ezek a legelső dolgok, mint mindenki mond, hogy a vitorláshajó, ami a tengeren szembe jön velünk, először csak az árbóc teteje látszik, aztán szép fokozatosan megjelenik az egész hajó, vagy akár a nagy toronyházak tetején, mint például ott is például később megy le a nap fent, mint lent. Tehát igen. Hogy van ez? Tehát ezek mit optikai csalódások? Igen, ennek egy jó része. Vagy mi? Pontosan egy jó része szintén a fénytörésnek a kérdésköre. Van egy nem egyenletes sűrűségű átmeneti zóna a vízfelület fölött, meg akár az aszfalt felület fölött is, amikor látunk a távolban egy autót, ami gyakorlatilag felúszik a vízen, vagy az aszfalton, azt mindenki tudja, hogy az autónak nem tűntek el a kerekei, sőt, görbület sincsen ott. Tulajdonképpen az aszfalt visszatükrözi az égnek a fényét, és emiatt nem lehet látni ezen a zónán, és emiatt nem látjuk az autónak az alját. Ugyanígy nem látjuk a hajónak az alját sem. Tehát egy déli báb jelenség. Egy a déli báb is egyfajta refrakció, többféle fénytöréses hatás van. Nagyon egyszerűen egy távoli objektum, mondjuk egy hajót, hogyha megnézünk, és a szemünkből már eltűnt a hajónak az alja, akkor elő kell venni egy távcsövet, vagy egy kamerát, és a kamera visszahozza. Ha belezoomolok, visszahozza a hajó alját, ami eleve kizárja, hogy az a görbület miatt tűnt volna el. Ez megint csak nagyon fontos. Van egy példám erre, hogy ha maláriám van, akkor lázas vagyok. Ez az ok és a jelenség. De hogyha megfordítom ezt a kérdést, és azt mondom, hogy lázas vagyok, nem biztos, hogy maláriám van, tehát a jelenség soha nem definiálja az okot. Azért, mert eltűnik a hajónak az alja, ez a jelenség, ez még nem jelenti azt, hogy ez a víz görbülete miatt van,
vizsgálni kell azt, hogy miért tűnik el a hajónak az alja. Nagyon hosszúra nyúlna az interjú néhány személyesebb kérdést még, hogy mióta, vagy te egyáltalán mivel foglalkozol, vagy mennyi időt veszel ez az életedből ez a tevékenység, és hogy mióta tart, illetve a virágban körülbelül mennyi híve van, vagy mennyi követőtök van? Én 2013 óta foglalkozok ezzel, amúgy feltaláló vagyok, tehát időm, mint a tenger. De mit találsz fel? Miket? Ez egy fűtető-hűtető ruházat, ami mondjuk a legismertebb, ezért kaptam egy állami kitüntetést is. A világban több millióan foglalkoznak már ezzel. Tehát, hogyha megnézzük, hogy 2014-hez képest, amikor csak pár tízezer rákeresés volt, a tavalyi évben már több mint 100 millióan keresték a laposföld témát, Flat Earth néven a... Hát jó, ezt többek között Shaquille O'Neal-nak köszönhetően, aki azt mondta, hogy viccelt végül is ezzel a kérdéssel. Sokan próbálnak ebből hírnevet szerezni, és természetesen nekem nem Shaquille O'Neal-nek a véleménye számít, de még csak Donald Trumpnak sem, pedig ő is twittelt ezügyben. Ez egy hírhajhászás tulajdonképpen az de ő tény, hogy ők már egy létező kérdésre reflektáltak az által, igen. Tehát valóban közszájon forog igen, a Flat Earth. Több millió ember gondolja ma már úgy, hogy a Föld mégsem úgy gömbölyű, ahogy a hivatalos tudomány ezt megfogalmazza. Nem véletlenül vagyunk vízparton, mert a ti elméleteteknek, a ti teóriátoknak ez egy fontos eleme. Milyen szerepet játszik a számításaitokban a víz? A gömbföld kontra laposföld elmélet vitában a legfontosabb tényező a víz, mivel a Földnek a felszínének a kétharmada víz, ezért a víz definiálja a Földnek a formáját. Itt az a legfontosabb kérdés, hogy görbül-e a víz, vagy sík egyenes, ahogy a vízszintes fogalmába gondoljuk. A görbületnek a hivatalos tudomány által egy konkrétan meghatározott mértéke van. Erre tudok több példát is mondani. Például a Balatonnak a 77 km-es teljes hosszán, a hivatalos főáramú tudomány szerint a Balaton 465 métert görbül. Ez egy óriási szám, közel fél kilométer. Az a kérdés, hogy valóban tud-e és hajlik-e ekkorát a vízfelület? Hát ha nem is ekkora távolságban, hanem értelmezhető távolságban, mondjuk 2, 3, 4, 5, 10 kilométerben, mekkora lehet ez a hajlás? Mert ugye 70 kilométert még megfelelő eszközökre is nehéz átlátni, de gondolom kisebb távolságnál, hogy arányul ez, tehát mondjuk 10 kilométernél, vagy 5-nél, amit itt be tudunk látni. Egy 23 kilométeres távolságnál, ami például Balaton-Aligától a Tihanyi-öböl, ott 41,5 méter görbül. Ugye az nagyon fontos, hogy a görbület az nem egy lineáris függvény, hanem a távolság négyzetével arányosan nő a görbület. Tehát 41,5 méter ezen a távolságon a görbület, ami egy 1,7 méteres szemmagasságból megnézve egy 26 méteres kitakarást jelentene a Tihanyi dombon, ami azt jelenteni, hogy a dombságnak a felét nem lehetne látni. Pedig, hogyha lemegyünk és mondjuk egy kamerával vagy egy távcsővel megnézzük, akkor még a pecásokat is lehet látni az öbölben. Egy nagyjából 6 kilométeres távolságon, ahol lézeres méréseket folytattunk, ott 2,8 méter lenne a különbség a sík víztükör és a görbült víztükör között, tehát ott is szignifikáns különbséget kell lássunk a között, hogy hajlik ez a víztükör, vagy nem. Ugye minden teóriának vannak hibapontjai, ilyenek is vannak, amikre nem tudtatok rájönni, hogy miért van? Ugye általad adott korábbi interjúban például Ausztrália kérdése, ha a Föld lapos lenne, akkor Ausztráliának a kiterjedésének sokkal nagyobbnak kéne lenni, mint a most ismert, ha ez igaz. Igen, itt nagyon fontos különbség az, hogy a gömbföld teória attól nem igaz, hogy a víz nem görbül. Akkor, hogyha a Föld nem gömbölyű, tehát kizárhatjuk ezt a verziót, akkor még azért több verziót is lehet látni, mint például lehet konkáv, lapos, vagy egy hologram az egész világunk. De magánál a víztükörnek, vagy a Földnek ugye a felszínének a nagy része víz, a víz szerintünk meghatározza a Föld formáját. Tehát, hogyha a víz sík lapos, akkor vélhetően a teória szerint valóban laposnak kell lenni. Természetesen nagyon sok megválaszolatlan kérdés van még a lapos Föld teóriánál. Ez konkrétan például a kontinenseknek az állása, melyik ország. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!